240 millió forintos foglalkoztatási paktum indult Tiszalökön. Szabolcs megyében összesen 10 térségi pályázat segíti a foglalkoztatás javítását a következő években, összesen 2,4 milliárd forintból. Foglalkoztatási fórumot szervezett Tiszalök nemrégiben, amelyen beszámoltak a paktum részleteiről. Ennek célja, hogy minél nagyobb arányban vezessék vissza a dolgozni vágyókat az elsődleges munkaerőpiacra. A fórumon a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány célja, hogy a teljes foglalkoztatottságot elérjék Magyarországon. Vínai Győző hozzátette, a közgazdászok felmérései alapján egy országban akkor lehet teljesnek mondani a foglalkoztatottságot, ha a munkanélküliségi ráta 3%, ma hazánkban ez 3,8%. Az Európai Uniós átlag pedig 7,5%. A megyében van egy megyei foglalkoztatási paktum, amely a megye munkaerőpiacára koncentrál, és vannak térségi, járási szinten térségi foglalkoztatási paktumok. Tiszalök a 10 nyertes pályázat közül az egyik. Itt Tiszalökön és térségében kívánjuk javítani a munkaerőpiaci helyzetet. Alapvető cél a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatás javítása, vállalat a Magyarország, hogy az aktív korúak keretében olyan 74-75%-os lesz a foglalkoztatottság Magyarországon 2020 végére, és tulajdonképpen az itteni projekt egy 240 milliós forrásból azt kívánja elősegíteni itt a helyi vállalkozókkal, családi gazdálkodókkal való találkozás során, hogy a vállalkozók igényei alapján bővüljön ez a munkaerőpiac. Vendégünk a stúdióban Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere. Jó napot kívánok, üdvözlök, polgármester úr. Először azért tegyük tisztába egy picikét ezt a fogalmat, mert mintha idegen csengése lenne. Foglalkoztatási paktum. Mit akar ez a szó? Szerintem egyszerűsítsük le. Legrövidebben én úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy együttműködés a munkaerőpiac szereplői között. Hát akkor nézzük, hogy kik a szereplők. Ugye hát gondolom, itt a vállalkozókról van szó, önkormányzat, állam. Hogyan lehet akkor erősíteni a foglalkoztatottságot? A két legfontosabb szereplő az a munkavállaló és a munkáltató. Igen. És ebben jövünk mi képbe, illetve nem csak mi, hanem a megyei kormányhivatal és Tiszalökváros önkormányzata. Konzorciumi partnerként dolgozunk ezért a közös ügyért, és vannak nagyon fontos partnereink. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara, hiszen ők és a hozzájuk vagy alájuk velük kapcsolatban lévő munkáltatók azok, akiket meg kell kérdeznünk, hogy melyek azok a területek, ahol nekik segítségre van szükségük, hiszen lehet, hogy furcsa, de még Tiszalökön is vannak olyan cégek, vagy vannak olyan intézmények, ahol munkaerőhiány van. Úgyhogy ebben van dolgunk. Akkor most jelen időben beszél, tehát akkor még azt nem, arról nem tud nyilatkozni, hogy mi volt az eredménye ennek az interjúnak, tehát ezeknek a kérdéseknek, hogy pontosan hol van hiány. Vagy már nagyjából lehet tudni? Igazából ezen már túl vagyunk, hiszen meg kellett, miután meginterjúoltuk a szereplőket, a munkáltatókat, meg kellett tervezni, és meg kellett határoznunk a képzési irányvonalakat, azokat a úgymond hiány szakmákat, amiből jelenleg nem áll rendelkezésre szakember. Nevezzük őket szakembereknek, hiszen látjuk, hogy szárnyal az építőipar, egy építőipari beruházásnál rengeteg, nem csak a kőművesre van szükség, hanem egy gépészre és ehhez hasonló szakemberekre, villanyszerelőkre, és ezeket kellett meghatározni. Úgyhogy amelyekből ugye 101 féle képzést szinte lehetetlen megtervezni, megszervezni és lebonyolítani, ezért a hangsúlyokat kellett megtalálnunk. Hegesztőkről beszélünk, szakácsokról beszélünk, kereskedelemben, vendéglátóiparban is vannak hiányok, illetve ami továbbra is egy klasszikus, a kőműves és mélyépítéshez zsaluzó szakemberekre van szükség, és egy speciális terület, ami időközben derült ki, hogy szükség van, és ezért módosítottuk is a képzésnek az egyik elemét, az pedig a zöldséggyümölcs feldolgozó, hiszen Tiszalökön, ha minden igaz, egy év múlva elindul egy ilyen típusú üzem. Tehát akkor gyakorlatilag így próbálják meg összehozni ugye azt az érdekes szituációt, hogy azért az egyik oldalon ott van a munkaerő többlet, a másikon pedig ugye a hiány. Hány százalékos a munkanélküliségi ráta
ott Tiszalökön és környékén. Talán kezdeném azzal, hogy mondjuk 2010-ben 18-20%-os volt a munkaerő, illetve a munkanélküliek száma, jelenleg kb. 6%. Tehát óriási ez a csökkenés, így van. Nagyon-nagyon egyszerűen lemérhető, hogy még néhány évvel ezelőtt akár 200-220 közcélú foglalkoztatottat is tudtunk munkáltatni egy év folyamán. Most 90-re kértünk létszámot, és nagyon nehezen tudjuk feltölteni. Ez azt jelenti, hogy rengetegen az első a munkaerőpiacon megtalálták a számításukat, és dolgoznak. Ez nagy öröm. Nekünk egy kicsit gondot jelent, hiszen az intézményeink hozzászoktak ahhoz, idézőjelben mondom, hogy hozzászoktak, hogy közszélű foglalkoztatottakkal segítjük az ő napi munkájukat. És hogyha felmérték a helyzetet, és szeretnék betölteni ezeket az állásokat, akkor kikből fogják? Igen, hát akikről beszéltem, hiszen meríteni már csak a közcélú foglalkoztatottakból lehet gyakorlatilag, és az előző beszélgetésből is, hiszen hallottam, kitűnt, hogy mindenkiből lehet olyan szakembert, vagy feladatra alkalmas embert képezni, ami feltételezi azt, hogy el tudja látni a feladatot, és a munkáltató is jól jár vele. Tehát az a lényege, hogy amiért nehéz, hogy egyre alacsonyabban kvalifikált emberekhez kell hozzányúlni, és esetenként alapkompetenciákkal sem rendelkeznek, bár az előző években voltak ilyen típusú pályázataink, ahol ezeket a problémákat megoldottuk, és most egy egyszerű betanított munkára kell őket alkalmassá tenni, illetve különböző oká és képzésekkel egy olyan tudást adni a kezükbe, ami az ő esélyeiket növeli. És itt nagyon fontos szerepe van a szakképzési rendszernek. Én ezt azt látom, hogy a szakképzés megtalálta azt az irányvonalat, ami gyakorlati szintre viszi le, és valóban olyan gyakorlati képzésen esnek át, akár a szakképzésben szereplő tanulók, tehát fiatalok, akár azok az emberek, akikről most beszélgetünk. És ezért is nagyon fontos, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum is az egyik fontos partnerünk, illetve hál' Istennek nagyon örömömre Tiszalökön létrejött egy a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak egy gyakorlati képzési centruma, egy vállalkozás, egy vállalkozó gondolta, úgyhogy ez a jövő és 21. századi körülmények között főleg vasas szakmákban képeznek szakembereket. Akkor beszéljünk magáról konkrétan a programról, hogy hogyan kell elképzelni, tehát a közmunka program keretein belül, akkor felmérik a kompetenciákat, gondolom, és akkor így megy tovább. Gyakorlatilag továbbra is nagyon fontos partnerünk a kormányhivataloknak a foglalkoztatási osztályai, akik rendelkeznek azokkal az adatbázisokkal, amiből mi tudunk meríteni. És ővelük együttműködve tudjuk megtalálni ezeket az embereket. Nyilvánvaló, hogy vannak, akik képben vannak, hiszen nálunk is dolgoztak, vagy dolgoznak, és hát nem csak Tiszalökről beszélünk, hanem a környező településekről, és ezekre az adatokra is szükségünk van, és természetesen nem csak tiszalöki vállalkozások, cégek, hanem környező települések vállalkozásai, cégei is benne vannak ebben a programban, és így együtt tudjuk meghatározni azt, hogy mire van szükség, és nagyon nehéz megtalálni azokat az embereket, akiket be tudunk iratni a képzésekre. És még nem beszéltünk arról, hogy az a képzés eléri a célját, vagy sem. Mi 26 főnek a képzését vállaltuk, azt hiszem a kőműves képzés már el is indult, és a későbbiekben pedig fognak a többiek, és nyár végétől pedig próbálunk már kiközvetíteni embereket a partnereinknek. Itt kb. 100 főnek a kiközvetítését vállaltuk, tehát vállaltuk azt, hogy kb. 100 főnek segítünk munkahelyet találni, illetve a munkáltatóknak segítünk abban, hogy kb. 100 munkahelyet fel tudjanak tölteni. Ezt a programot pedig finanszírozni is kell, milyen forrásból? Így van, ez a klasszikus területi operatív programok egyike, együttműködési paktumról beszélünk, illetve hát foglalkoztatási együttműködések Tiszalökön címmel fut, tehát vannak a helyiek, ugye is vannak a megyei is, azok a települések tartoznak bele, akik ezekben a helyi paktumokban nem fértek bele. Mi 240 millió forintot nyertünk erre, Tiszalök város önkormányzata és a megyei kormányhivatal gyakorlatilag a kedvezményezettek,
és ezt próbáljuk úgy felhasználni, hogy annak eredménye legyen. Csak néhány mondatban, vannak-e még olyan pályázatok, amelyek jelenleg futnak, vagy éppen elindulni szándékoznak? Szinte csak azok vannak. Csak azok. Tehát most Tiszalökön nincs nyári szünet, hál' Istennek. Hát ami a leglátványosabb, az a zöldváros program, itt több mint 400 millió forintból zöld felületeket újítunk meg, illetve kávézót építünk, egy régi, most már nem kihasznált iskolaépületet újítunk fel, és szabadidőközpontot alakítunk ki. A strandprojektünk, illetve hát nem is strand, hanem fenntartható turisztikai projektünk, az gyakorlatilag most csütörtökön készre jelentődik. Aztán az egyik, sőt a legnagyobb beruházásunk az ipari területünknek az infrastruktúrális fejlesztése. Itt a tervezési engedélyeztetési szakaszban vagyunk, véletlenül 19-ben elkezdődnek a kivitelezési munkák, tehát utaképülnek, vízelvezetés és az összes közművek. És még mindig van, mert már sokon túl vagyunk, energetikai beruházásunk, most pont hőszivattyús rendszereket telepítünk, még 2 vagy 3 intézményünkbe. Köszönjük szépen, polgármester, hogy itt voltál. Én köszönöm.